Szevasztok és sziasztok! Én Salátok így az erbők, és üdvözlök titeket a csatornámon, és üdvözlök titeket a interneten, a Cleverbot-nál itt most, igen. Szóval a Cleverbot-tal fogunk mi most beszélni ebbe a videóba, srácok. És hát akkor azt mondanám, hogy kezdjük is el, srácok, szóval... Várjatok, én nem tudok írni. Na, kezdjük egy normális sziával. Köszönöm neki, szia... Mi van? Magyar vagyok. Várjatok. Te nem. De én is akkor, szia. Jó van akkor. Nem tudom, mi ez a is it key source. De, oké. De én is, akkor szia. Hogy vagy most itt? Normális beszélgetés. És elkezdünk, aztán majd veletezünk. Jól lennék, ha fiú lennél. Fiú vagyok. Szóval szerintem, hát igazából kérdéseket akartam feltenni neki. De hát úgy lehet, hogy azt se tudja, hogy fiú vagyok. Na mindegy. Szóval. Milyen... színű, jól írtam, mindegy, egy milyen színű a pólóm. Ja, hát ez szürke, srácok. Most, hogy már megint ez van. Mi? Kézilabdázó vagyok. Az jó. Te hogy vagy? Én... jól. Kösz, hogy... kérdezed. Én is köszi. Mit? Mindegy. Azért mit? Na. Hogy... hány éves vagy? Ok. He? Mindegy. Akkor... mi... ilyen... szí... nő... a... szemem. Most kérdőjel el a végén, hát meg kék. Srácok! Na jó. Ezt honnan tudta? Nem tudom, lehet látni, szerintem nem lehet látni, de... szóval kék a szemem, srácok. Az szép. Szóval, oké. Okay. Hát akkor tegyünk fel neki például. Milyen... mi a... srácok, ez most ad ki hangot, srácok. Tudom, hogy ezt most nem halljátok, de ez most mi? X. Ez mi volt, srácok? Mi van? Milyen színű a pólóm? Ugye ezt előbb nem kérdőjel csináltam. Világos barna. Hát nem tudom, hogy a szürke világos barnának mondható-e. Hát nem. Mindegy. Nem a nadrágomat kérdezem. Srácok, a nadrágom az tényleg az. Mindegy, milyen színű a nadrágom? Kék, tiéd. Mi? Az é... hát az... nem. Az enyém nem kék, és nem mondom el. Mi is nem mondom. Na, én is a tudok. Miért? Mert... találd ki. De én már megmondtam. Ja, igen. Ez a V az már kék. De... milyen...
nő a nadrá. Hogyha erre azt írja, hogy ugye szürke, akkor megelégszünk, hogy felcserélte. 8 féle szín keveréke. A barna, hogy jön kis látok, azt írjátok volna meg a kommentbe. A barna az tényleg 8 szín keveréke? Fogalmam is nincs, srácok. Hát... biztos. Jó van akkor. Mi a neved? Na. Ó. Oh. Anonim, ha jól tudom, így írják. Különben... Jó, mindig kikresel, jó van. Nem baj az. Különben Orbán Viola a nevem. Jó tudni. De most már amúgy kéne feltenni neki ilyen kérdéseket. Például, hogy jó tudni. És... Jó. És... Hogy telt a napod? Egész jól. Tied? Jó, ezt jól megírta. Hát... most keltem és videózok. Most... keltem... és... videózok. Hát figyelj. Honnan? Beáruljam, hogy hon vagyok. Hát elárulom nektek, srácok. Figyelj, honnan videózok. Figyeljetek. Olvassátok-e, mi van odaírva. Jújj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 
Igen, és srácok, ez igaz. Én tényleg Németországban lakok. Az jó, én voltam Németországban. Tényleg? Mondjuk ő mindenhol van, meg egy robot, és az egész kis világon létezik ilyen internet, tudjátok. Akkor milyen Niki? Hány éves vagy? Hol laksz? Mikor szülesz? Mi? Várjátok, srácok, a tipikus válasz. Igen. És nem szeretnéd elveszíteni? Elveszíteni? Mit? Nem tudom, mire gondol, srácok. A szüzességedet. A szüzességed... egyelőre nem. Akkor jó. Szerintem is. Hát mindig kikeresel, srácok, mi ez? Hogy hívnak? Ezt majd te kérdezted. Miért? Na. Jó, akkor megmondom, srácok, hogyha előbb megmondja ő. Várjatok, srácok, írok. Előbb mondd meg te. Előbb mondd meg te. Ugyanazt megírom, mint én. Igen, jó van, akkor ezt beizélem. Ctrl C. Ctrl V. Kész. Miért én? Előbb te. Chikinez. Ez nem tudom, mit jelent ez. De srácok, nem ismerem ezt a szót, hogyha ez egyáltalán egy szó, de hogyha ti tudjátok mi ez, akkor nyugodtan írjátok be a kommentbe, de szerintem ez csak valami random ilyeséget ír. Na jó, akkor meg beírom azt, hogy bliát. Ja. Mi? Vaj. Pont az. Értem. Hány éves vagy? Srácok, hány éves vagyok? Írjátok meg a kommentbe, hogyha ezt tudjátok. Most csak írom random, hogy mi út van. Hát most miért ne, srácok? Na, biztos. Vagyunk, mi az jött létre a program? Amúgy srácok, itt veszem észre, hogy ide van írva, hogy éppen beszél
24.515 emberrel beszél éppen egyszer. Na jó, megkérdezem tőle, hogy tudsz ennyi, vagy rosszul írtam, ennyi emberrel egyszerre beszélni. Nem jól írtam. Én csak veled beszélek. És akkor mi van azzal a mi? Várjátok. 2, 4, 5, 6, 9, 5, 6, 9, vagy 5, 6, 8, mert ugye a 9. akkor én vagyok, 5, 8 emberrel. Tehát, igen. Ja. Na. Most simogasd meg magad. Oké, megsimogattam magam, most ez így miért jó. De srácok, akkor... ez a videó ennyi lett volna, várj, a srácok még elköszönök tőle. Jó. Nézzük, mit ír rá. Nem tudom, jól írtam-e? Mindegy. Szia! Jó van, elköszönök tőlünk, srácok. Akkor ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és hogyha nem akartok lemaradni újabb tartalmakról, akkor nyomjátok meg a csengőt, és írjatok még ötleteket a kommentbe, hogy miket kérdezzek a Cleverbottól, de akkor találkozunk a következő videóban. Viszlát és hello!